az az érdekes, hogy mindenki kurva érdekesnek tartja magát, nem? Mindenki kurva különlegesnek tartja magát. És persze kibaszott unalmas csávónak tartom magát. Nem. Ezt higgyétek el. Tehát azt higgyétek el, hogy nincs olyan ember, aki úgy gondol magára, hogy én egy teljesen átlagos ilyen valaki vagyok, egy Béla. Így senki nem gondol magára. Mindenkinek van egy kis mítosza saját maga körül. Ez mind az ego, ezt mind az ego projektálja. Ez az egészet. Vagyok valaki. Én. Három beszélgetésemből egy arról szól, hogy valaki azt magyarázza nekem, hogy mások milyen szarul csinálják, de ő milyen jól. Milyen jól éli az életét. Most mindegy, milyen jól választ magának, bazd meg, akár egy kibaszott izét, párnát, vagy akármit. De most így teljesen mindegy. Tehát így igazolást arra, hogy én jól csinálom, és így azonnal az ego az egy beszélgetésen, amikor így átbűzlik, akkor az valamilyen szörnyű, ilyen szörnyű feszélyező érzés. Mert az ember így nem mondhatja azt, hogy most mire azt gondolod, hogy te több vagy, mint az a másik. De így nem lehet állandóan ezt mondani embereknek, akiknek történetük van. Ennél csak az a rosszabb, amikor folyamatosan valaki panaszkodik, hogy ő mennyire szar mindenben. Tudod, a fam szokta ezt néha csinálni, amikor ilyen el van érzékenyedve vagy anyátlanodva, és akkor hogy milyen szar, és akkor fos és lúzer meg minden. Persze ezt miért csinálja a gecie? Manipulációs célzatból, azért nyilván megerősítsék, de hogy azért bazd meg, te könyveket írtál, nézd meg mennyi pina izé köréd gyűlt, azért nem volt neked olyan rossz, azért izé, persze nyilván ezért csinálja, tehát ezzel csak azt akartam megmondani, hogy igaza van a Robinak, de hogy ennek megvan egy ilyen negatív, egyébként undorító. Ha már belemegyünk a te pszichoanalízisedbe, akkor... Nem, ez csak egy példa volt, illusztráció. Akkor... Én itt most csak egy illusztráció vagyok, semmi egyéb. Pusztán csak egy illusztráció. Már kezdem a fam egy cinikus splint vett fel, amiben nagyon jól érzi magát. Ha kicsit iszik, még jobban érzi magát, de így nagyon szeret benne fürdőzni. Ez a cinikus splint, ez az, annak a kifejezésére szolgál, hogy én 5 forintért eladom a lelkem. Holott így ő is tudja, hogy ez nincs így, de eltanulta ezt a mentalitást az állítólagos nyertesektől. Akik egyébként nem is nyertesek, hanem kibaszott, frusztrált, ilyen pénzes proletárok. És persze az egész, az egy társasjáték. Ezt a társadalmat, ami körülöttünk van, ezt az egész társasjátékot azért hozták létre, hogy az egód az le tudja kötni magát. Hogy ne kelljen meg hogy hát így ne ölhess meg a másikat, hanem mondjuk mit tudom én következő évben esetleg előléptetnek őt meg nem. Ez az egész kultúra, ami körülvesz minket, ez mind azért van, hogy az ego az nem észárolja le a másikat, hanem ezt mederbe terelje. Ezt az ego vetélkedést, ami az emberi fajnak a körein belül állandó. Férfiak és nők, mindenki jobb akar lenni, szebb akar lenni, több akar lenni. Nem lehet, hogy ez azért biológiailag kódolt? Te determinált a dolog. És el kell viselni, hogy folyamatosan mindenki ennek rendeli alá az intellektusát, meg a verbalitását, meg az egész jelenlétét, meg az idejét. De ez szabad idejében igazolja magát folyamatosan. Jön belőlünk. De olyan szörnyű, hogy ez az én állítás, amikor azt mondom, hogy én igen. És így kattanjál már ezen, de hogy így, igazából ezek az emberek bármiről beszélnek, azzal így a saját egójukat, így minden megfordul. Az az igazság, hogy az én az olyan, hogy ő bármiből kenyeret süt. Bármiből. Bármit adsz neki, abból az ego kenyeret süt. Az ego az olyan, mint a cukrozott méz az embernek. Imádja. Nem bír meglenni nélküle. Önmaga istenévé vált. És nem tud mást imádni. Már nem maradt senki más. Na jó, figyelj, ezt így folytatod, itt elvágják az ereiket, bazdmeg, és jövő héten nem lesz közönség. Az az igazság, hogy az áldás, amikor jön valami váratlan nagy megszégyenülés. Mert akárhányszor megszégyenülsz, annyiszor lemaradsz egy darabot az egódból. Savval, úgy értem, lemaradsz.
minden megszégyenüléssel. Ez azt jelenti, hogy hála a megszégyenülésért, de jaj a megszégyenítőnek. Ha ez érthető. Ez nem azt jelenti, hogy megszégyeníteni szabad, ez azt jelenti, hogy megszégyenülni áldás. Mert minden alkalom, amikor megszégyenülsz, teljesen mindegy, hogy mivel. Teljesen mindegy, hogy mivel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy mondjuk kicsi a farkad, vagy azzal kapcsolatban, hogy frigid vagy, vagy azzal kapcsolatban, hogy frigid, teljesen frigid vagy, vagy azzal kapcsolatban, hogy így izé, mit tudom én, lóg a melled, vagy mit tudom én, így izé, rengeteg izé fasságod miatt. Ez mind az egó része. És mind az egóból táplálkozik. Ez az egész. És valójában arról van szó, hogy én nem elégszem meg azzal, hogy vagyok. Mert az kevés, mert valójában mindannyian, tehát ez az egész ego hazugság, ez a félreértés, miközben te is tudod, hogy a saját kibaszott szarodban születtél, és a saját kibaszott szarodban fogsz meghalni, üvöltve és mesztelenül. Úgy, ahogy születtél, és úgy, ahogy itt mindenki. És tudjuk, hogy minden, amit esetleg más megszégyenült, már veled is megtörtént, csak téged nem szégyenítettek meg. De szinte minden megtörtént már mindenkivel. Csak így van, amit így izé, így négyen tudnak. De így ugyan mi történhet? Meséld el az e-mailes sztorit az ide passzol. Ja, de már tudják. Mert sokszor elmondtam, de jó. De vicces, tényleg vicces. Csak ma annyiszor elmondtam. Tehát, Puzsérnak van egy e-mail cím. Illetőleg te él még az a Ribanc 41, vagy mi a cím van. És ja, már el is pofáztam. Ezért Puzsér mondja nekem, ez volt, nem is tudom már, hogy 6 éve. Hogy te figyelj, menj már be a fiókomba, kell onnan valami dokumentum. Dolgoztunk. Valamikor régen mi dolgoztunk. Menj már be, te mondom, Robi, bazd meg, ne add már meg a jelszavadat, hát az nem, most érted már, nem szokás megadni, most elolvashatom, bazd meg ott a izé. És akkor erre a Puzsér, jaj, bazd meg, most akkor mi van, ha elolvasod? Hát mindenki annyira kurvára félti azokat a szaros leveleit, hát most mi van, elolvasod? Ugyanazt olvasod el bárki másnál, saját magadnál, és annyira kurvára egyformák vagyunk. És egyébként tökéletesen így elgondolkoztam, végül is tök igaz. És tényleg, én is az, nem azóta, én már azelőtt is, csak azt hittem, hogy mit tudom, másként gondolkodik, azt hittem, csak én vagyok ilyen csodabogár, és ilyen áttetsző vagyok, bárkinek megadom, bárki elolvashatja bármelyik e-mailemet. Hoztam magammal. Csajommal szoktam ízért. Tanúságtevő vendéget is hoztam magammal. De pont ez a kurva érdekes az egészben, hogy így mindannyian azt gondoljuk, hogy valami kurva érdekes van az e-mail fiókunkban. Valami kurva érdekes. Ugyan mi a faszom? Valakivel randizol, vagy randiztál, vagy most így mi lehet a legizgalmasabb dolog, hogy így milyen volt, hát nem volt olyan nagyon jó, vagy így izé tudod, hogy szeretek felül lenni, mondjuk valami ilyesmi van benne, bazd meg, vagy most mi van benne, és esetleg mondjuk bebélyegeznek a Kláriék, vagy valami, bazd meg, na, és akkor mi van? Ez valaki meg, tehát hogy így Na jó, mondjuk az, hogy itt tudom én, találkoztam Osama Bin Laden, már nevét sem tudom ki, találkoztam vele, az mondjuk esetleg nem olyan, amit mondjuk bárki elolvas. Amit úgy kinézünk egymásból. Maga az ego meddig pozitív az ember jellemére? Maga az ego meddig pozitív? Hát... Az ember jellemében, tehát nyilván nem spirituális dolgokról van, nem a megvilágosodásról, hogy az ego lehet egy átmeneti eszköz, hanem mint jellem. Na, az ego, az egónak jellem. Annyira pozitív, amennyire alárendeled valaminek. Egy nagyobb dolognak. Mondjuk... Ez akár egy fasiszta felhívás is lehetne. De most ezt komolyan mondom, mert ez lehetne akár egy párt, vagy lehetne a hadsereg, vagy lehetne a gárda, vagy bármi egyéb. Tehát, hogy így ezt is jelenthetné. Add oda magad. Valami nagyobb dolognak add oda magad. Most ezt is jelenthetné. Tehát azért vannak nagyobb dolgok, mint a gárda, meg a hadsereg, tehát azért nem kell megállni itt. De úgy így magadnál nagyobbnak.
Hát a hadseregnél meg a gárdánál persze. Egy SS hadosztály az sokkal magasabb rendű. Hát tudnék én hierarchiát sorolni. Az SS hadosztály, a harcoló SS hadosztály az a legmagasabb rendű alakulata volt a kornak. A harcérték tekintetében. Tudom, hogy most ezzel érzékeny húrokat bendítettem. A tisztel... Én próbáltam meg bengedni benned. A tisztelője a dolgoknak. Én próbáltam benned. Ugye? Hát most így szeretjük egymást, és ilyen... Történészek vagyunk, mi szeretünk így élcelődni. Igen. Nosztalgiázni. Szenilis könycseppek gördülnek le ráncos orcákon, amikor ezeket a szavakat halljuk. Volt egyébként az Erő című film, vagy bocs, egy pillanat, onnan jutott eszembe, és a Hernádi írta a sztorit, mindegy, megcsináltak filmen, és képregényen, és mindenhol, és akkor arról szólt, hogy ilyen gazdag turistáknak Görögországba egy ilyen gazdag pina izét csinált egy olyan nagyon exkluzív ilyen hétvégét, hogy egy erődöt, amit profi zsoldosok védtek, azt megostromolhatták, és akkor lehetett lövöldözni, éles lőszerrel, foglyot ejteni, kínozni, stb. Stb. És akkor a turisták ki volt téve mindenfajta egyenruha, csak így választhattak, és akkor mindenki a maga azért. Sose felejtem, az egyik öreg doki, én a német egyenruhát választom, kedves emlékeim kapcsolódnak hozzá. De minden egy kis színes, térjünk vissza az egóra. Bár most is erről volt szó. Mindig erről van szó. Vannak itt ilyen csapdahelyzetek. Egyszer ilyen irodalmár körbe elmeséltem azt a buddhizmus egótlanítását. Tudod, ez a nincs egó, stb. És erre nagyon megkökkentem, mert nem is gondoltam volna, hogy valakinek ilyesmi jut eszébe. Azt mondja, de hát akkor ez bármiféle erkölcstelenségre ilyen felmentő ideológia lehet. Nincs énem, ergo bármit tehetek, de bármit, bazdmeg, besúghatok, ölhetek, gyilkolhatok, nem én csinálom, érted, nincs én, egy mechanizmus csinálja, De akinek nincsen énje, annak eszébe nincsen előnyt remélni abból, hogy valamit szerez. Hát amit szerzel, azt az énedhez rendeled hozzá. Annyival nagyobb vagy, annyival kiterjedtebb vagy. Az a poén, kurva érdekes, mondjuk sportnál, bármiféle tevékenységnél, szexben, bármiben, játékban, akármiben, hogy amikor folyamatosan jelen van, akkor mindig szart csinálsz. Tehát amikor például görcsösen rágörcsösz, hogy most álljon föl a faszom, bazd meg, mert ilyen nőt nem baszok meg, még tudtira, hogy nem fog fölállni, sőt, még összébb megy, bazd meg 5 centivel. Hogy ez most átvitt értelemben bármire. Velem is volt ilyen. Nyilván mindenkivel. De értitek, tehát hogy görcsösen akarsz, tutira eltervezem, hogy az a buli jó lesz, tuti szar lesz. Tutira eltervezem, találkozom vele, biztos valami közbe jön. Figyeljétek meg, hogy bármi, amit, mit tudom én, direkt szándékosan akartok, az kurvára nem úgy. Azért, mert az ego visszazár, önmaga farkába harap. És így egy spirálba beszippantja magát, és az a görcs. Az maga a görcs, amikor túl akarod a dolgot. Tehát amikor így több benne az akarás, és kevesebb benne az emlékezés arra, hogy ki akarja. Ki az, aki akarja? És amikor egótlan az ember, egyébként a zen buddhizmusban kurva sok ilyen van, és a zen szamurájok a vívást így tanították. Volt egy 17. századi zen szerzetes, aki vívómester is volt, Takuan Sohónak nevezték. És írt egy ilyen könyvet, hogy a bilincsektől mentes elme. És azt mondta, az elme egyetlen pillanatra ne ragadjon le egy pontnál, hogy én ezt csinálom, vagy ezt akarom, mert abban a pillanatban leszúrnak téged, vagy átdöfnek. Csak így simán kell menni az egésznek, nem gondolva semmire, pusztán az ösztönök által vezetne. Az enkoanok is erről szólnak, azonnal reagálni kell bármit. Abban a pillanatban, hogy a szerzetes elgondolkodik, vagy elkezd akarni, vagy öt okosat mondani, rávertek egy kurva nagyot a bottal a picsába. Értitek? Így működik az egész. De kurva érdekes, hogy az ego gátolja egyébként a sikert is. Az a poén. És mégis ő süt kenyeret aztán az egótlanság sikeréből. Tehát ez a poén. Tehát ő az, aki nem engedi mondjuk, hogy jót kúrjak, nagyszerű vívó legyek, falra másszak izé, mert akkor szar vagyok, ha nagyon akarom. Elengedem magam, egótlan vagyok és megcsinálom, és a végén visszajön bazd meg, és amit ő akadályozott,
abból süt mégis kenyeret, hogy hőbazzeg, de kacs, kurva jó, kúrásod, ekkora volt a faszom, és nagycsá vagyok, hőbazzeg, de fölmásztam a falra egész az égig, bazd meg, azt a kurva istenit, mekkora nagy tudós vagyok, bazd meg, és mindenkit izé legyalultam, mekkora nagy rádiós vagyok, akármi vagyok, miközben az úgy, hogy mondjam, akkor sikeres amúgy az ember, hogyha pont az egóját kapcsolja ki. Tehát nagyon érdekes ám ez a dolog, teljesen ördögi az egó ebben az értelemben.